Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Üdvözlöm a kedves nézet, mai kedves nézőket, mai vendégünk Olajos János, az erzsébetvárosi polgár. Szép jó reggelt! Szép jó reggelt kívánok és mindenkinek! Én Brajer Péter vagyok, és ez a Pirkadat, a heti televízió reggeli politikai magazin műsora. Az úr jobb voltából 5783, Sziván havának második napja van. Míg a polgári időszámítás szerint 2023. május 22-e hétfő. Ma a Júliák és a Riták ünnepelnek. A Magyar Nemzeti Bank közleménye szerint az euró középárfolyama 3.75.53, míg az amerikai dollár 3.74.02 és az angol font 430.40. A várható időjárás. Erősen üljenek be a fotelbe, a 12 és 28 Celsius fok között várható. Tehát nyissák ki az ablakot, szellőztessenek, és inni, abból még van bőven. Nem alkoholt, nem édesitalokat, hanem egyszerű ásványvizet egészségükre. Azért legyen a táskájukba egy ernyő is, és a picik és a szépkorúak olyan cipőt vegyenek fel, amiben nem csúsznak el. 117 évvel ezelőtt született Gábor Béla József Attila díjas magyar újságíró, humorista, forgatókönyvíró. A nap folyamán rá is emlékezni fogunk. De most is mindenek előtt itt van Olajos János, az erzsébeti polgár. Mit lehet szeretni Erzsébetvároson? Hogy lehet legyőzni a kerület irányító koalíciót? Mitől érzi jól magát egy ember mindennek ellenére és akar itthon maradni? Hát köszönöm ezeket a szép kérdéscsokrot, amit feltettél itt most nekem. Ennek a megválaszolásában talán az segít, hogy a múlt héten egyrészt volt szerencsém a képviselőtestület éppen aktuális ülésen részt venni, ahol is a jelenlegi városvezetés ugye elénk tárta a vízióit az Erzsébetvárosnak, mint kerületnek a megújítására. Igaz, hogy az elmúlt 4 évben ez nem nagyon látszódott, most az utolsó évben próbálnak majd valami rohamot indítani arra, hogy valami látszata legyen az eddigi ténykedésüknek, de ahogy a kérdésednek az a része, ami egy kicsit pozitívabb, és talán így hétfő reggel megmelengetni a szívünket, hogy miért érdemes itt lenni. Erre viszont az segít választ adni, hogy volt szerencsém egy kínai csoporttal, már bocsánat, de ők távol-keletről jönnek ide és látogatják hazánkat. Egy fiatalokból álló 10-15 fős csoport, akik a social media különböző felületein tájékoztatják otthon élő honfitársaikat is, hogy miért érdemes tulajdonképpen jönni Budapestre, azon belül is a 7. kerületbe, és itt körbe kalauzoltam őket, hát egymagam, illetve volt egy társam, és bevittük őket ugye a belső Erzsébetváros területére, ahol mondhatnám, hogy szájtátva figyelték, és csodálták, és filmezték, és dokumentálták az itteni épületeket, többek között a Dohány utcai zsinagóga épületét, ugye Európa egyik legnagyobb, vagy talán a legnagyobb zsinagógáját, és majd tovább menve ott a Dohány utcán, illetve a Síp utca és környékén Kazinci utca, tehát ezeket a régi szép épületeket, és felfedeztek némi hasonlóságot, mondjuk volt, aki Sanghajban is volt már ő közülük is, és aztán rávilágítottunk nekik, hogy van kapcsolat Magyarország, illetve ott Sanghajban a magyar építész, ugye László, akkor megemlítem az ő nevét is, aki a múlt század fordulóján élt ott, és egy amerikai építész iroda munkatársaként az első ázsiai magasházakat ott építették, és az ő vezetése. Szóval, hogy
Vannak itt olyan kincsek, mint ahogy szoktuk mondani. Ezek turisták, vagy a leendő munkavállalók? Nem, ők turisták. Illetve ugye ma divatos módon influencereknek hívjuk őket. Az előretolt hadállás, aki beszámol, hogy milyen lehetőségek vannak az igen, új kicsit hazával. Ilyen felderítő jelleggel jönnek, és ugye mondom, mert a 20-as évek elején járó fiatal kínai emberek voltak, kínai fiatalok, akik közül volt egy ifjú jegyes pár, és itt kérte meg Magyarországon a vőlegénye a mennyasszonyának a kezét. De lényegében tehát a benyomásaik, azt úgy láttam, hogy nagyon pozitívak. És hát szükség is lesz a pozitív benyomásaikra, hisz az épülő gyárakban ők lesznek azok a munkások, akik majd a munkát el fogják végezni az akkumulátorgyárakban. Mondjuk meglepetésszerűen, hogy tegnap a Világ Televízió Társasága és az Újságíró Társadalom felfedezte azt az izraeli tanulmányt, a múlt hétvégén sikerült 1000 órát ment az a villanyautó, ami a töltői, tehát nem lesznek olyan töltők, mint a benzin sapkát, hogy betöltik, hanem az út közepén lesznek lerakva bizonyos dolgok, és az autó saját magát tölti az úttestből. Indukciós alapon. Ettől persze teljesen más akkumulátorok lesznek, könnyebbek, amik fölveszik a földről menet közben a tápértéket. Ezt persze most még a szabványhivatalba elhelyezzik, és már is az első utakat elkezdték építeni. Kísérleti jelleggel, tehát nem kell majd állni és várni a messiást, és útközben töltődik autó. Na, ezt tudjuk ma reggel mondani. Vajon mikor ez az autó, elektromos autós közlekedés, mikor fog meghonosodni itt a 6.-7. kerületben, illetve Budapest utcáin? Hát egyre többet lehet látni, és jelenleg ugye ez a tendencia, hogy óvjuk a környezetünket, a levegőt, azt, amit ugye nap mint a beszélünk, és ennek érdekében minél kevesebb legyen az a szénmonoxid kibocsátás, illetve káros anyag kibocsátás, amit részben az autók okoznak. Tehát akkor, ha őrült polgármestereink és úttervezőink körbe-körbe menesztenek minket, akkor sem fog füstölni a gép, és talán megvéd minket. Hát maga az elektromos autó, igen, tehát az nem füstöl, de az őrült polgármesterektől ez nem véd meg, mert ők viszont a jelenlegi, és nem veszik tudomásul, hogy még azért manapság elég sok hagyományos belső égési motor van, azokat viszont nem kéne lassítani, és minél több káros anyag kibocsátásra késztetni, ami jelenleg zajlik ezekkel a helyben hozott intézkedésekkel, miszerint lassítsuk a forgalmat. Erről és hasonló témákról beszélhetett Szijjártó Péter, magyar kül- és külgazdasági miniszter is, amikor azt állította, egyik felszólásom, a Magyarország jövőjéről csak a magyarok dönthetnek. Gondolom, itt arra gondolt, hogy nem az Európai Unió vezető bizottság. Jó, hát sok időnk nem volt ma a beszélgetésre, a pontos idő 7 óra 31 perc van. Még egy utolsó szó a tiéd. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és továbbra is nagyon szeretek itt lenni. Erzsébetvárosban, ahogy kérdezted, mindenkinek ajánlom, aki még nem járt ebben a ékszerdobozban, hogy minél többet sétálgasson, jöjjenek, nézzék meg, nagyon szép épületek és nagyon szép helyeket lehet felfedezni, persze a környezetet nekünk kell. És mi döntsük el, akár jövőre, amikor választások lesznek, hogy kik legyenek a mi vezetőink. Már is következik Holoda Attila energia szakértő, tőled búcsúzunk. Az elmúlt negyed órában Olajos János erzsébetvárosi polgárt láthatták. Köszönöm János, hogy itt voltál, és számítunk rád. És akkor most következik Holoda Attila energia szakértő. Tartsanak velünk! We'll be right back.